Na, jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát nem is tudom, hány dekom van már ma. Valami nagyon sok, már szerintem augusztus vége van. Hol tartunk? 27. Hát az augusztus 27-én kedden, mert tegnap ugye bank holiday volt, és hát valami elképesztő nap volt a tegnapi. Még egy videót fel kell tennem rá, mert eddig 3-at csináltam, 4 videó. Ma fél csak rá a tegnapi nap. Canterbury apátságot látott meg, és Canterbury városát. Valami hihetetlen. Valami elementális. Tehát olyan élmény, hogy olyan élmény, nem is tudom mit mondani. Elképesztő. Elképesztő. Na mindegy, szóval ott voltunk Canterbury-ben. Nincs messze tőlünk, 130 km talán igazából kezelhető távolság. Úgy látom, hogy nem segít nekem ez a kibaszott koffein tabletta. Kéntem most hozni kávét. Talán ez. Most tettem be ebbe egy a termoszba. Van azt mondja, fél literes a termosz. 4 pupozott tonál Nescafé. 4 pupozott tonál Nescafé. Mert forró víz, mert egy kis tej. Hát aztán majd meglátjuk, hogy ebben mi lesz. Két részletben szándékozom meginni. Hát a felét már meg is ittam. A felét már meg is ittam, jól van. Úgyhogy meglátjuk, hogy lesz kapé. Az hatásosabb, mint a koffein tabletta. Na mindegy, visszatérve, szóval még mindig hatással vagyok a tegnapi napnak. Szóval olyan házakat látni, amik közel 500 éve állnak. Volt egy ház, le is fényképeztem, 1500-ban készült. Tehát olyan léptékek, ami emberi észre felfoghatatlan, hogy egy ház, ami 1500, egy utcán megy, van egy ház, egy utcán, nem egy piramis, vagy nem egy masszív, mit tudom én, Stonehenge, vagy valami, nem. Ez egy ház, favázas ház, ami 500 éve ott áll az utcán, és 500 éve laknak benne. Hát szóval... 1500-ban készült, akkor építették, 1500-ban. Hihetetlen. És ilyennek tele van, és ilyen házakkal tele van Canterbury. Tele van, és a lépcsőt az utcán, és valamilyen öreg falba ütközöl, vagy öreg, egy kisebb, öreg, nagyon régi templomba, valamilyen romokba, csodálatos cégérek vannak az üzleteken. Jó, tele volt, hát a turista szezon van, ugye hát augusztus, tele volt turistával a város, tény. Az apátság belül ugye az hűvös volt, tehát volt, ha volt tele, azért 30 fok fölötti hőmérséklet volt. Tehát délután 3-kor már 34 fok volt. De benne az apátság tökéletesen légkondi nélkül is hűvös, hát ugye egy másfél méteres falak. És ugye a középső főhajó, az másfél méteres falak a fő, és utána ami megtámasztja a mellékú oldalhajók is ilyen másfél méteres falakra vannak. Tehát a fény az csak és kizárólag ezeken a festett ólomőr ablakokon tud bemenni, úgyhogy felmerni nem tud kellemes, nagyon kellemes hőmérséklet volt bent.
Igazán olyan hatalmas, hogy, hogy tülekedés, tolongás nem volt, mert azért a nép elosztik egy ekkora területen, és hát olyan helyen járkálni, ahol történelem formáló királyok járkáltak, akik hát letették a névjegyüket jó vagy rossz irányba, teljesen mindegy. De hát óriási élmény. Hihetetlen az az építészet. Nem is hogy ez létrejött, hanem hogy ez a kor milyen technikai fejlettségi színvonala mellett jött létre, ez a legcsodálatosabb benne. Mert azért dolog, hogy ez szépet épít valaki, hogy a mai korban megépítenek egy Sagrada Familiát Barcelonában, ami egy elképesztő építmény szintén, még mindig nincs rész hozzá, teszem. De a Sagrada Familia az a mai kornak az építészet technológiájával, a mai kor minden technikai segítségével készül. Ha már egy mai katedrálisnál tartunk, ugye? Na de ezt nem ma építették, hanem hát itt ez, most már utána néztem a Wikipédiában, hát itt voltak valami római erődítmény volt, azt arra építettek valami kápolna-szerű templomot, aztán azt bővítették 500-ban, tehát időszámításban 500-ban kezdték el a tesztet, ott tehát igazából templomot építeni. Aztán mindig nagyobb lett, mert aztán óriási nagy katedrális lett belőle. Hát 1170-ben, mikor Thomas Becketet megölték, akkor már hát ez nagyjából állt. Látszanak a régi falak, meg hát látszanak, hogy amiket hozzáépítettek, a kor látszik, minden falon látszik a kor. Hogy mikori, nagyjából. Hihetetlen. Minden, azok a faragások, azok a csipkék, kőből, márványból, az a legrészletesebb, legaprólékosabb kidolgozás. Elképesztő. Szóval nem, látni kell ezt meg kell nézni, ezt látni kell, és az ember eltörpül. Hihetetlen. Hogy ez milyen mérnöki kivitelezés, hogy milyen tervek voltak, vagy volt ez lerajzolva, vagy le volt-e rajzolva, vagy mi volt a... Milyen volt mérnöki iroda, aki ezt megcsinálja, mint manapság, vagy hogyan? Megbeszélték a papokkal, hogy mi legyen, hogyan legyen? Hogy ide felhúzunk egy két falat, de azt meg kell támasztani, mert különben a hajónak a bóti összétnyomja a falakat, ezért meg kell oldalról támasztani, oda be kell tenni mellékhajókat, és mindenhol boltív van, mindenhol boltív, ami tart. Hát a boltív ugye az elképesztő tartása van neki, de feszít is, tehát a boltív nem csak tart, mert az egy dolog, hogy a boltív azt egy zárókővel megtartja magát. Ugye nyilván a boltívnak az alap koncepciója az, hogy középen van valahol egy zárókő, ami megtartja magát, hogy be tudjon omolni. De ettől függetlenül súlya van, ha kőből van, és az nyomja szét a falakat. Tehát több lépcsős dolog ez, meg hát az építészethez jobban értenek, nyilván. De hát egy laikusnak is az elámul egy laikus is. Úgy láttam, hogy még van néhány hely, ami felfedezésre vár Angliában. Úgy látom, hogy van még néhány hely, ami felfedezésre vár. És hát ez ugye, jó, hát ez az anglikán egyháznak mint a római katolikusnak a Vatikán. Ugye az anglikán egyháznak a feje az a Canterbury érsek, olyan, mint a pápa. A római katolikusoknak. Tehát igen, hát ez óriási, elképesztő. Valami hihetetlen. És hát ott mész, ahol megölték Thomas Becketet, ahol leszurkálták négy lovag, ott van egy emlékhelye.
Őrület, őrület. Ugye, később szenté volták, őrület, Szent Tamás. Na hát, szóval... Hihetetlen. És akkor középen felnézel a legnagyobb toronynak, fellátni a legnagyobb a toronynak a csúcsáig fellátni belülről, és nézel fel, és nézel, hogy építették ezt meg, hogy tudták ezt létrehozni. Milyen állványzat volt? Azt hagyjál, hogy milyen állványzat volt. Na, de akkor még nem volt a gőzhajtású gépek, tehát magát az állványzatot, azt a sok tízezer köbméter faanyagot, ami az állványzat volt, vagy sok ezer köbméter faanyagot, a deszkát, azt létre kellett hozni. Most hogyan hűl az erdei fából, az erdei fát ki kellett várni, nyilván. Utána az erdei fát desztává kellett fűrészelni. Na most mondjuk 1000-ben, vagy mit tudom én, 1100-ban. Akkor hogyan fűrészelték fel az erdei fát deszkává, ami mondjuk megfelel, ugyanolyan vastagságú volt mindegyik, mert ez nyilván az állványzatnál elengedhetetlen. Hogy csináltam le tartó gerendákat, ami egyforma, mit tudom én, 10x10-es, 20x20-as, akárhányszor hányos volt, hogy csináltak belőle 5 cm vastag lapokat, ami mind 5 cm vastag volt, mivel hogyan fűrészelték el? De nem egyet-kettőt, hanem mit tudom én, 1000 köbméter számra, mennyi állványzat kellett oda. Hogy magát az ilyen mellék, akik bedolgoztak oda, hogy a követ honnan hozták, hogyan vitték ezeket az iszonyatosan nehéz köveket. Mert valahol meg is faragták, tehát elvitték, nem tudom, hogy a bányában faragták meg, vagy a helyszínen, amikor már beépítették, utána faragták meg. A díszeket nem tudom. Szóval... Őrület. 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 Komolyan mondom, hogy őrület. Az embernek folyamatosan járja a katedrálist, és kérdések merülnek fel, és mindig kérdések merülnek fel, hogy hogyan? Ezt hogy csinálták? Hihetetlen. Minden kő úgy el van kopva az 1000 év alatt, hogy jó, 1 millió látogató, oké, de hát azért csak eltelt, mit tudom én, jó néhány száz év, közel 1000 év az építése óta, azért csak jártak ott el, ugye, hát reggeteggel, tehát nem azért építették, hogy csak a papot tapossák, hanem hát azért oda jártak imádkozni a környező falvakból, stb. Minden, meg hát ugye hát a prominensek, mert nem a prominensek koptatták el a követ, hanem hát a nép, akik oda jártak. És látszik, hogy a lépcső, ami egyenes volt valamikor, mint hogy meg lenne, így megvan kopva, ilyen homolúra megvan kopva a lépcső. És a márvány, kemény márvány. Külkemény márvány, kemény márvány. És megvan kopva. De centit vannak lekopva. Tehát őrület. Őrület. És minden díszítve, minden a lehetséges helyen díszítmény, külcsipkék. Nem is tudom. Szóval, ki fizette ezt? Tehát miből fizették? Adóból? Beadták a jobbágyok az egyháznak az adót, meg a királyoknak, és abból fizették, hogy hogyan? Földes uraknak? Hihetetlen. Na, aki egyszer megteheti, menjen el és nézze meg, mert el fog álmulni, és az emberi elme nagysága előtt le fog borulni. Az emberi tudás előtt.
Elképesztő. Elképesztő. Ha csak az esztergomi bazilikát nézzük, ami hát közel nincs akkor, mint a Canterbury, de hát már maga az esztergomi bazilika is egy elképesztően impozáns, csodálatos épület. Gyönyörű. Maga a hely, ahol van, ahogy a... Tényleg, hát a helyet hogyan választották ki? Talajmechanika, mert ugye a pizai feldetoron nem végezte talajmechanikát, meg is lett az eredménye. Elkezdett dőlni a torony. Na de itt milyen, hogyan? Csak a szerencsére bízták rá, hogy na most itt építünk valamit, aztán talán nem fog megsüllyedni? Talán a mocsárban nem fog eltűnni? Vagy hogy? Milyen alapot csináltak neki? Egy ilyen épületen, hogy másfél méteres kőfalai vannak, na milyen alapot csinál, milyen alap van egy olyan épületen, ahol a fal szélessége másfél méter? Kőfal. És mit tudom én? Torony, mit tudom én, 100 méter magas. Hát ott milyen alapot csináltak? Hogy? Tehát az akkori mesteremberek, azok hogyan jutottak eddig el? A kezdeti lépések mik voltak? Hogyan mérték ki? Milyen matematikai számításokat végeztek? Teherbírás, stb. Statika. A legfontosabb egy épületnél a statika. Hogy az megtartsa magát. Hogy az ne dőljön össze. Legfontosabb. Hol? Milyen statikai számítások voltak? Döbbenet. Döbbenet. Hihetetlen. Először úgy tervezte, hogy a tengerpartra megyünk, megnézni a tengerpartot. Ugye jó idő volt. Hát de azt gondoltam, hogy mondom, a tengerpart sincs közelebb, mint Canterbury. Hát menjünk a Canterbury-be. Egyszer megnézném már a Dover-Fehér szikláit a tengerpartról. De azt hiszem jobban jártunk Canterbury-vel. Jobban jártunk Canterbury-vel. Óriási. Az ember nem talál szavakat, mikor meglátja. Mikor van, ugye a területnek van egy, ahol a belépőt kell venni, ugye már nem oda a templomban, nem a katedrálisban van a belépőt, nem ott kell megvenni, hanem a katedrális területét egy kőfal veszik körül, meg épületek veszik körül, meg kőfal, és van egy kapu, a sétálótár fel, egy csodálatos szép díszes kapu, amit külön bemutattam a videóban, és ott kell megvenni jegyet. És már maga az a kapu lenyűgöző, amikor bemegy az ember a területre, és onnét még mit tudom én, 50 métert mész az épületig, a katedrálisig, és ott lész be. Már maga a kapu lenyűgöző. És eredeti fa, tehát ami több látszik a fakapun, tehát maga a kőből van a kapu, de maga a két kapuszárny, az fából van, és hát a több száz éves fém összefogó elemek, fémszegek, szegecsek, minden látszik rajta, és látszik a faragáson, a fafaragáson látszik, az a sok száz éves fafaragás. Elképesztő. Itt mindig, amikor Angliában dolgozok, és látok ilyen, mindig elcsodálkozok,
hogy hát azért jó, persze Anglia nem volt itt 50 év kommunizmus. Nem volt. Morning! Nem volt itt 50 év kommunizmus, oké. Okay. De amikor látod egy ilyet, hogy egy autó oldalra ráírva, hogy John Smith and Sons, és ott van az évszám, hogy 1832. Tehát most egy pécsségnek mondjuk az autójáról beszél, egy pécsség autójáról. És az a pécsség, az mondjuk 1832 óta családi vállalkozás, egy generáció óta pécsség. És már lassan 200 éve. Szállítmányozási cég, aki teherautóval fuvaroznak, és oda rá van írva, hogy mit tudom én, 1912 óta. Hát milyen teherautók voltak még akkor 12-ben, mivel kezdték a szállítmányozást? Őrület. És mondom, egy csomó cégnek az emblémája úgy van, amit 1750 óta működik az a cég. És apáról fiúra, generációkra, generációkra. Döbbenet. Magyarországon, hogyha már valaki kiírja azt, hogy 1983 óta működik a cég, az már egy nagy dolog. Az már egy nagy dolog. 1983 óta. Nem 1700, 1900. Hát persze, ahogy is fogalmazott Fábri, azt mondja, hogy a szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, így utalt ugye hát a nyugati országokra, a szerencsésebb történelmi fejlődés. Hát nyilván Magyarország nem a, sajnos nem a szerencsésebb történelmi fejlődési országok közé tartozik, mert hát rajtunk aztán, aki tehet, az mind keresztül ment. Amit Angliában volt ugye valamikor nagyon-nagyon régen, több mint 1500 évvel, nem tudom mikor volt a viking hódítás, a vikingek legrendezték őket, utána normanok, aztán már senki. Utána volt a norman hódítás, és aztán a norman hódítás óta gyakorlatilag nem bántott őket senki. Hát jó, persze hát volt a Hitlernek a bombázása, de hát azért azt ne számítsuk valami nagy traumának, mondjuk Magyarország leigázásához képest, meg Trianonhoz, meg stb., ami a Magyarországot érte. Tehát ahhoz képest, tehát Magyarországot érte a tatár, a török, a Habsburg, a német, és amit el lehet, az orosz, az el lehet, ez minden, ki keresztül ment rajtunk, aki aztán ért minket, ugye ahhoz képest azért mondjuk a bombázása a Luftwaffe által azért egy ilyen, hogy úgy mondjam, jelentéktelen esemény, persze biztos, hogy azért ezt nem így érték meg, de azért ahhoz képest jelentéktelen esemény, ahhoz képest, hogy Magyarországot érte a történelem folyamán, nyilván. És hát ugye Anglia a legrégebbi demokrácia, hát itt a demokrácia, az emberi jogok, a Magna Carta. Akkor mondom, hogy Magna Cartát azt most meg fogok nézni, majd szándékozok elmenni, ahol ki van állítva a Magna Carta, a Salisbury katedrálisra lesz talán a következő lépés, az ellenkezőnek van, Londontól, mint Canterbury, a Salisbury katedrálisban van kiállítva, azt hiszem egy másolata neki, egy nagyon korai másolata a Magna Cartának, na mindegy, lényeg az, hogy ők az emberi jogoknak, meg hát a demokráciának a legrégebbi letéteményesei. Persze. Mivel a demokrácia védelmezői és a demokrácia a alapvető dolog Angliában, ezért kétségem van, nem tudom, hogy mi lesz ebből a Brexittel, de ha nem lépnek ki az Unióból, már pedig a népakarat azt mondja, hogy lépjenek ki, most mindegy, hogy milyen úton, módon értékel ezt a népakaratot, tisztesített úton, a mai világban ugye hát ez már a médián múlik, azért a népakarat mégis az, hogy lépjenek ki az Unióból. Na most, ha nem lépnek ki valami, az a demokrácia arcú csapása lesz, és hát az világbotrány. Tehát azért, na minden, nem tudom, hogy elmenjünk ebbe bele, mert nem tudom, hogy mi lesz ebből, meg hogy lesz, mi lesz, mi történik. Hát, szóval akkora élmény volt a tegnapi nap, ami hát, most volt három nagyon jó hétvégénk,
hogy az első hétvégén itt volt Nagy Pista barátom Magyarországról a feleségével, elmentek a Hemel Hempstead-i gőzgépkiállításra. Utána volt egy nyílt nap, munkagép a Lynchnek, ami szintén egy csodálatos nap volt, ott volt Norbi barátom Readingből. Aztán voltunk ugye a Retro Fesztiválon, meg egy Vasérc Barlangban Veszben, Epres Attilával és a fiával, meg a Royal Air Force Museumban voltunk még velük. Ez volt három csodálatos hétvége, aztán ez volt a negyedik. Hát nem tudom, hogy még a hét, de majd ezt meg fogom írni posztban összefoglalva az egészet a blogomon. Képekkel összefoglalva, alátámasztva a videókra, stb. Az egészet meg fogom csinálni. De még amire szándékozok elmenni, talán ugye nem sikerült annak, én azért fedeztük fel a Vasércbányát, mert nem tudtuk bemenni a Puzzlewood erdőbe, a csodálatos szép mohával borított erdőbe nem tudtuk bemenni, mert be volt zárva. Viszont a fiamnak annyira megtetszett az a Vasérc barlangra képekről, hogy vissza akar menni. Tehát nem vissza, mert ő ugye Magyarországon nyaralt, azt mondta, hogy ha hazajön, vagy visszajön Londonba, akkor vigyem előtt oda le, azt a Vasércbányát szeretném megnézni a fiam. Úgyhogy lehet, hogy lesz még egy úton 200 km-re Velszre be, megnézni ezt a Vasércbányát, mert akkor már az erdőt is együtt. Ez egymás mellett van a kettő. Puzzlewood. Nézze meg valaki esetleg a térképen, mi a Puzzlewood. És mellette van egy Vasércbánya, már nem tudom mi a nevenek, de a térképen meg lehet találni. Nem tudom a nevét most, mindegy. Mindegy. Na mindegy, most már lassan jönnek az emberek, aztán lassan jönnek az emberek, és menni kell aláírni a papírt. Be is fejezem a pofázást. Aztán lesz mit megbeszélni hétvégén az élő egyenes adásban.